kerülhetél te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Régen láttunk múlt héten. Köszönöm. Hosszú hát előadás sorozat volt? Mit csináltam? Hét kimaradt, igen, elutaztam, és nem tudtam itt lenni, vidéken voltam. De előtte meg ugye mi voltunk, igen. Szabin. De felajánlottam, hogy följövök szívesen, de azt mondtad Balázs, hogy inkább pihenjen. Nem, persze, hát most Mátrára ott vagy, akkor fölvezetsz, visszavezetsz, mondtam, hogy inkább pihenjél. De majd behozok a lemaradást most. Most aztán nagyon oda csapunk? De Pipi, csinál, wellness-eztél, vagy előadást tartottál? Ez előadás volt, és egy kis pihenéssel összekötve. Igen. A kellemest a hasznossal. Sok-sok kedves vendég volt. De ráharapott az ország. Folyamatosan jössz, mész. Igen, valóban megteltek az előadótermek, úgyhogy ez abszolút jó dolog, és köszönöm mindenképpen. Sok az érdeklődő, egyébként kétféle embert látok. Az egyik, aki egyre több mindent ért, amióta a műsorban. A másik, aki egyre kevesebbet ért, amióta a műsorban. Nem azért, mert nem vagyunk érthetőek, hanem mert másban hittek, mást gondoltak, önmagukban más világnézet volt, és ezt egy picit romba döntöttük. Úgyhogy át kell alakulnia most sok embernek, vagy nem kell, de sok kérdést kapok, hogyan tovább, van értelme az életemnek ezek után, stb. Mondjuk ezek... az picit messzire aha. Mentek azért, hogy most... Engem picit frusztrálva ilyen kérdéseket tennének fel nekem. János, szerinted van értelme az életemnek? Nem, nincs. Most nem érek rá, de... Nem, de azt mondod, nincs. Akkor megjúrom. Csak vicceltem. Hát egész máshogy élt, egész máshogy gondolkodott, egész másban hitt, mást mondott neki a, nem tudom, milyen szakember, és most szakmai alapon mást hall, ott azért történnek egy picit problémák, tehát kicsúszik a lábalól a szőnyeg. De mindent meg lehet magyarázni, meg lehet indokolni, és van egy nagy előnyünk, hogy a tapasztalat sok mindent igazol. Tehát aki lehet próbálni, meg kell nézni, meg kell próbálni, hogy mit tapasztalok. Meg tudod, mi van? Az, hogy hiteles vagy. Tehát, hogy azok az emberek, akik mondjuk el vannak bizonytalanodva, azok azért bizonytalanodtak el, mert ahogy elmondod, meg amit elmondasz, az logikus, hiteles. Persze, hogy, hát persze, hogy tele benne, van most kétségekkel. Bízom benne, hogy így van. Illetve jó elvek működnek, tehát szoktam mondani, hogy nem is nekem kell hinni, hanem a saját szervezetének, hogy reagál rá. Egy bélrendszer, a máj, az idegrendszer, a gondolkodás, stb. Az én... Gyerekek, nem tudtam ilyen. Többet tenni, létrehoztam ezt a rovatot, elindítottam, és hagyom, hogy az ország megkapja. És ennyi. Elvetetted a magot, megszültem és a gyermeket, az a gyermek burjánzik. Elindult, burjánzik, így szórja van. A magot. Rászabadítottam az országra ezt az embert, és megy. Így van, és a termő dolgát ért kalászt lengetnek. Egyszerre megdöbbentő. Nagyobb, mint a One Direction. Érdeklődés van, az biztos. Igen, köszönöm. Engem nem hiányolnak? De. Na, jó van. És még udvarias is. És még jól is hazudik. De tényleg szokták kérdezni, főleg azokon az előadásokon, amiket ugye közösen szervezünk. Bizonyám. Balázs és Gábor. Egyre inkább már csak Gábor megy, de igyekszünk, hogy Balázs is azért valamilyen módon ott legyen. És ugye hétfőn Szegeden lesz. Balázs most sajnos nem tudott jönni, akkor a hölgyek mindig begombolják a felső kép gombot a blúzokon, csalódott a... Igen, és visszarakják a bugyit a belső zsebükbe, amit készültek feldobni nekem a színpadra. Az emberek pontosan tudják. Kiköpik az persze. Nem, azért azt mondjátok Balázsnak, hogy... Na de várj, most hogy tudok én minden megszólásból mindig rosszul kijönni, azért azt nem tudom. Tehát mondjuk ezért nem arról van szó, hogy mi ketten elindultunk, egymásra vettük egymást, és egy teli hátizsákkal azt mondtuk, hogy Gábor, gyere, járjuk be az országot. Igen. És utána ebből az lett, hogy Gábor ment, és hol van a Balázs? Ő nem jött, mert éppen én nem dzsakuzizik valahol, vagy nem tudom. Itt arról van szó, hogy a Gábornak, hál' Isten, egyébként egy nagyon profi csapattal, erről talán beszéltünk, elindult egy nagy előadás sorozata. Mert a Gábornak egyébként eddig is volt. Igen. De most egy profi csapattal jött ő össze, és ők baromi jól csinálják. És elmentes túr 2015. Igen, hát volt már a Madison Square Garden, a Wembley-ben. Így van, az arénában minden. Sajnos foglalt volt. És én azt mondtam a Gábornak, erről beszéltünk, nem Gábor? Ez nem igen, titkos, persze beszéltünk. Hogy itt, tehát nem effektív arról van szó, édes, hogy ezt mondta, hogy ez kettőnk előadás sorozata, hanem itt a Gábori a főszerep, és ahova én tudok, és amikor az időm engedi, akkor segítség jelleggel egyébként én elmegyek, és kicsit beszélek a Gáborról, fölkonferálom, és kvázi felvezetem. És ennek volt már egy előadása Debrecenben. Mondtam, hogy soha ennyit. Segítoztak azért, amikor te beszéltél. Igen, én mondtam, hogy Gábor, azért ez kezeljük a helyén, soha senki nem utaztam 400 km 10 percért. De Gáborért megtettem. Egyébként egy baromi jó előadást tartottál, és én ott téged, mint az est fő vendégét, kvázi mint egy előzenekar felvezettelek. Ez nekem is egy új szerep volt.
De nagyon szerettem, és mondtam, hogy ha lesznek még ilyen előadások, akkor olyan szívesen egy-egyre elmegyek, és ott még mondok rólad néhány szót, de hát azért ez a te előadásod, és ez a te. Én egy picit korrigálnék, Balázs, mert én azt gondolom, hogy az emberek... Mert már volt négy helyszín, és nem voltál sehol. Igen, én nem azért. Egyébként mindegyikre megkértek, hogy előjött, de aztán végül nincs. Ne legyetek rohadékok, mert ez nem így van. Ez a felvezetés, tehát hogy ezt nem így mondanám, hogy felvezetsz engem. Hát jó, nyomtam egy stand-upot, na, egy kicsit oda tettem magam. Az emberek arra kíváncsiak, én szerintem, mert én is arra volnék kíváncsi, és arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy vélekedsz ezekről, te hogy viselkedsz otthon a konyhába, miket eszel, miket iszol, hogy élsz. Szerintem az embereket ez érdekli, hogy milyen szerintem a te nélkülözhetetlen, hogy ott legyen Balázs minden egyes előadáson. Nek ott kell, az emberek miatt tényleg meg kell tenned, el kell menned, mindegy, hogy hol van az az előadás, mindegy, hogy mikor, te legyél ott, légy szíves. Gyerekek, itt a Gábor a szakértő, tehát, hogy azt, ezt a robotot elindítottam, aminek örülök, mert van bennem is egyfajta tudatosság, igen, meg szeretném a fejeket egy kicsit tágítani, ezért találtam meg Gábort, és indítottuk el ezt a robotot, tehát ezért ebben te vagy a szakértő. Jó, kell még körben nyalogatnunk egymást, vagy nézhetjük a témát, vagy mert már most egy körbe szimatoltuk egymást, mint két kutya, aki régen találkozott. Te meg vagy a kis kutya, aki még ott szimatol. Nem, majd amikor te majd utazol 400 kilométert, én majd otthon ülök, és pedig tologatunk itt a fűnyírót a kertben. Egyébként te vagy a leges, hogy mindig az én farkammal vered a család, egyébként aljaskodsz, én leutazom Debrecenbe, és utána még úgy jövök ki a megszólásba, hogy nem megyek el a saját előadásaimra. 10 percet beszélsz, hogy Tóth Gábor, tessék, utána megint utazol 400 kilométert haza a családhoz. De milyen rendes, hogy megtettem ezt Gáborért. Hol leszel legközelebb? Legközelebb Szegeden. Azt túl messze van. Hétfőn. Hétfőn este. Hétfőn este vagy Szegeden. Szegeden, igen. Igen. De ez ugye rajta van az étrendreformon. Nagyon. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Menjél csak, szórjad. Jó dolgot hirdetsz. Köszönöm a lehetőséget, és sokat jelent, hogy akár ez a rovat, tehát az egész, és úgy gondolom, hogy jó irányba tudjuk ezt vinni, ezt az ügyet. Gyerekek, ha nem haragszotok, és ha megbocsátotok nekem egy ilyen pillanatnyi kitekintést ebből az egész kis körbe szimatolásból, megint kitaláltam valamit. De ezen kicsodálkozik. Hát mindig kitalálsz valami nagyszerűt. Jövő hétre mondom, hogy jövő hétre te se készülj a témával, mert szeretnék egy olyan hetet csinálni minden hónapban egyszer, amikor megadjuk a hallgatóknak, hogy az ő életükre vonatkozóan kérdezzenek. Ugyanis nyilván mi itt mindenből próbálunk meríteni, foglalkozunk ma éppen mindjárt a reggelivel, hogy mit érdemes enni, mikor egyél, hánykor egyél, milyen diétát csinálja, mit ne csináljál, de mégis azért van egy csomó hallgató, aki egyéni speciális kérdést tenne föl, ha találkozna veled. Erre nyilván nincs lehetőség, úgyhogy már most mondom, hogy jövő héten egy olyan csütörtök lesz, amikor is Gábornak idézőjelesen nem lesz témája, mindenki, akinek kérdése van a saját maga életével, táplálkozásával, betegségével kapcsolatban, akkor csinálunk egy ilyen interaktív 20-25 percet, kapod a kérdéseket, folyamatosan válaszolsz, jó? Csak mondom a hallgatóknak, jó, hogy jövőre már ezt, vagy jövő hétre már ezt be is izíthatják. Jövő csütörtökön, tehát nem témázunk, hanem kérdésekre 20-25 percen keresztül tudsz válaszolni. Baromi sok e-mailt kapsz, nem is tudsz mindegyikre így egy-egybe válaszolni. Jövő héten mindenki kérdezhet. Jó, csináljuk egy ilyet, persze. Átadunk a hallgatóknak. Mivel készültél most? A reggelikkel, illetve megjelent egy cikk, Megdőlt a reggeli mítosz címmel. Ja, olvastuk. Amiben ugye azt írják le az írók elég bátran, merészen, és minthogyha szakavatottan is, hogy felesleges reggelizni, illetve ez a reggelizési láz, amiről itt azért mi is szoktunk beszélni, ez nem egészen úgy van, ahogy ezt sokan gondolják, vagy akár én is gondolom, ugyanis semmi jelentősége nincs a reggelinek, és ezt próbálja indokolni különböző oldalról. Izgalmas volt a cikk. Igen, ez izgalmas cikk volt. Minden, amit ebben hittünk, azt megint megpróbálja lerombolni. Ne reggeliz sokat, pedig azt mondják, hogy reggeliz úgy, mint egy király, hülyeség. Hiába eszel bármit, egy óra múlva úgyis éhes leszel. Ne egyél naponta többször, marhasság, inkább egyél háromszor sokat. Tehát minden, amiről te is itt beszélsz, és amit az ember elkezd gyakorolni, és mert elkezd hinni, azt ez a cikk megint megpróbálja, bebizonyítani, ez nem így van. Melyikkel kezdjük? Kezdjük a reggelivel, hogy igaz-e az, hogy akkor nem szabad bőségesen reggelizni. Mert ugye azt mondja, hogy ez egy nagy biznisz, ezért kezdtünk el bőségesen reggelizni. Igen. Hát több sebtől is vérzik ez a cikk, mert ugye valóban azzal kezdi, hogy igazából ez is egy élelmiszeripari érdek, hogy sokat reggelizzünk, mert így a látványpékségek, a különböző üzletek el tudják adni a buciukat és a pékáruikat. Azonban itt az a probléma, hogy ugye mi nem arról beszélünk, hogy reggelizzünk rosszat, hanem hogy reggelizzünk jót. És nem tudom, hogy a cikk írója vagy írói valaha fogyasztottak-e már reggel zapkását, vagy köleskását, mert ha igen, akkor ezt nem írták volna le,
Mert aki olyan reggelit fogyaszt, mint amiről itt mi beszélünk, az elég sokáig nem lesz éhes. Tehát szó nincs ipari érdekről, sőt, valamilyen szinten az ipar ellen dolgozik az, aki ilyen típusú reggeliket ajánl, mint amiket, amikről itt mi beszélünk, hiszen egészen délig csak folyadékot fogyaszt. Ez az egyik. A másik az, hogy sokan kávéznak 9-10 órakor, amikor beérnek a munkahelyre. És mit gondoltok, hogy miért kávéznak az emberek, amikor elvileg reggel van, ugye a kávézás az mondjuk délután, kora délután volna aktuális, amikor az ember úgy kókadozik, de az ember reggel miért fáradt, miért kávézik? Ennek az indokait egyébként én is keresem. Hát azért, mert leesett a vércukorszint. Miért esett le a vércukorszint? Mert nincs reggeli. Tehát alapvetően a vércukorszint kérdést boncolgatja a cikk, de szerintem rossz volt arról. A jó reggeli beállítja a vércukorszintet, megfelelő bioritmust hoz létre, kitisztítja a bélrendszert. Egyébként az éjszakai, ugye az epehólyagban lévő sötét-zöld, nem túl egészséges epét kitisztítja, egy kis citromos víz reggel, egy jó zapkása, köleskása, egy műzli reggeli, teljes örlésű kenyér, rossz kenyér, valamilyen krémmel, pástétommal, zöldséggel, vagy éppen gyümölcsel, kitisztítja az epét, a beleket, megindul az anyagcsere. Tehát ne a kávéval kezdjük el a bérrendszert izgatni, hanem egészséges, rostos reggeli megindítja. Csak valakinek erre nincs lehetőség, hogy kávézik egyet, a nagy bűnt követel a szervezet ellen? Tehát például én sokszor indítok úgy, hogy... Hát az égyomorra kávézás epekő képződést okozhat. Igen? Ez abszolút szakmai adat. Ugye van egy ilyen hatása a koffeinnek, de akinek netán nem képződne epekőve, ott sem egészséges, hiszen az emberi agy ugye reggeltől délig glükózt kíván. A glükózt meg kell szerezze valahonnan. A kávé révén a májból szerzi meg, ugye a koffein hatás révén megszerzi, ha addig él, és az agynak glükózra van szüksége. Ha nem eszünk reggelit, akkor a májból fogja bontani a glükózt, a glikogénraktárakat, ez nem egy egészséges dolog. Aki tehát nem reggelizik, az így jár. Aki gyümölcs reggelit fogyaszt, mint emlékeztek, régen volt egy-két irányzat, hogy csak gyümölcsöt egyél délig, ott azért az a glükóz mennyiség az almával, banánnal, egyebekkel bejutott, és az agy gyors cukorhoz jutott. De aki semmit nem reggelizik, csak iszik egy kávét, vagy finomított ételt kíván meg majd 10 óra, akkor ugye nassolni kezd, ez a következmény, az nem jár el szerintem jól. Tehát a cikk szakmailag önellentmondásba is kerül magával. Azt írja a másik cikk, hogy összehasonlították azon gyerekeket, akik reggeliznek reggel, és akik nem reggeliznek, és hogy egyáltalán nem teljesített jobban az, aki reggelizett. Tehát megdől itt is a reggeli mítosz, mert hogy azok a gyerek, akik nem reggeliznek, ugyanúgy teljesítenek az iskolában. Ez azért nehéz elképzelni, hogy például éhesen, éhgyomorra ugyanúgy tudsz teljesíteni. Igen. Mégis működik a szervezetben egy kvázi bőjt, ami azt jelenti, hogy ha nem eszel fél napig, akkor nem vagy rosszul, sőt, jobban vagy. Próbáljátok, hogy nem eztek fél napig, akkor nem biztos, hogy így leesik a vércukrot, hanem egész jól leszel. Ez egy árnyék hatás. Ez egy kvázi bőjt hatás, ami azt jelenti, hogy ha nem eszel, a szervezet tisztulni kezd. De a gyerekeknél ilyet nem szabad alkalmazni. Ez egyik. A másik az, hogy gyakran azért nem kívánunk reggel enni, mert sokat eszünk este. Ha valaki az esti vacsorát csökkenti, sovány vacsorát fogyaszt, és elég korán, meg fog éhezni reggel. Aki állandóan eszik este, a tévé előtt egész éjfélig, az reggel, annak el fog csúszni a napja egy fél nappal, és egészen délig nem lesz éhes. Tehát megkockáztatnám, hogy azért nem esznek az emberek reggel, mert este tele eszik magukat. És az nem igaz, hogy aki nem reggelizik, az nem fog este enni. Próbáljuk ki, hogy aki nem reggelizik, az egész nap nassolgatni fog. Ráadásul sok ember még a munkahelyén sem tudik azán ebédelni, tehát magyarul összesen egy étkezése lesz az esti. Érdekes, hogy én ezt mondjuk másképp tapasztaltam, tehát ugye nekem a saját személyes tapasztalatom az, hogyha este mondjuk bevacsorázok, és másnap reggel felkelek, akkor én másnap reggel éhes vagyok. Viszont hogyha nem ettem semmit, akkor nem vagyok éhes másnap reggel. Tehát fura módon... Nem hogyha... ez, hogy kitágul a gyomrod est, és azért vagy éhesebb reggel, és ha nem eszel, akkor egy kicsit már összeszűkül. Én ezt pont így vettem észre. Ha nem eszek semmit este, akkor és éhesebb fekszem le, akkor másnap reggel én egyáltalán nem érzek éhségérzetet. Viszont, hogyha kajáltam, akkor másnap már alig várom, hogy egyek valamit. Ez miért van? Hát azért, mert proli vagy. Szerintem, hogyha valaki megszokja a reggelizést, akkor reggel a szervezet mindig várni fogja a reggelit, és éhes leszek. Ha össze-vissza élek, akkor ez megzavarodik. Egyébként tényleg lehet egy ilyen mechanizmus, hogy az üres gyomorban nincsen, hogyha nincsen savtúltengésed, éjszaka nem halmozódik fel a sav a gyomorban, akkor reggel nem leszel éhes. És milyen helyzet azokkal, akik úgy indítanak, hogy oké, egész nap odafigyelek, de reggel benyomok egy tojást, eszem egy szalonnát, kalóriadús, szénhidrátdús, és kényeztettem magam egy jó reggelivel. Aztán napközben odafigyelek, már az ebéd egy kicsit soványabb, vacsora nem, de hogy úgy reggelre eszem egy jót, mert azért ez sok
sokan csinálják, hogy tényleg lesüt magának egy tojást, irigylem ezeket, akik, ezen embereket, akiknek így tud indulni a reggelen, megterít magának, élvezi, és azt mondja, hogy gyerekek, egyszer élünk, a reggeli legyen bőséges. Ugye azért ez sok helyen hirdetik. Óriási bűnt követek el a szervezetem ellen? A kis szalonna, kis tojás, joghurt mellé, egy frissen facsart narancslé, némi kis barna kenyér, fehérkenyér, nem tudom. És igazán jól lakottan indulok. Ez csak barna kenyér, szezámolaj és... Hát a zsír, a szalonna, az megüli a gyomrot, ahhoz az, abból az agy nem fog profitálni, és egy ilyen nehéz, rossz közérzetet. De energiát nem csinál belőle? Hát energiát, ami engem elindít. De, csak... Ne felejtsük el, hogy este mondjuk ettünk 7-8 óra körül, reggel 6-ig eltelik, mint tudom én, 8-10 óra. Az agy nem jutott cukorhoz, helyesebben csak annyi az, amennyi a bélben, vagy a szervezetben volt, reggel éhes a szervezet, szalonnából nagyon hosszú idő, mire cukorhoz fog jutni. És a britek miért így indítják a reggelt, hogy ott van egy tükörtojás, ott van egy kis szalonna, ott van egy kis bab, narancslé, adott esetben mondjuk ők zabkását is időnként fogyasztanak mellé. Tehát, hogy ők egy annyira komplett reggelit vesznek magukhoz, amiben aztán tényleg minden van, az általad támogatott, meg kevésbé támogatott dolgok. Igen, hát én ezt nem támogatom, mert tradíció csak? A zsír, igen, tradíció. Jó kérdés. Alapvetően a 19.-20. század elején, 19. század végén, 20. század elején különböző szakemberek, mint Dr. Kellogg, ismerős a név, ugye? Dr. Kellogg, Dr. Igen. Graham, vagy Graham, és más szakemberek felfedezték, hogyha reggel megvonjuk a zsírt, a zsíros keltésztákat, stb., és helyette teljes őrlésű gabonákat, pelyheket, és nem kovászosat, hanem kovásztalan dolgokat adunk, ugye a pelyhek nem kovászosak, tehát nem mindig a kenyér, hanem a kovásztalan gabonapelyhek, és ezt nem tehéntejjel készítjük mondjuk, és nem sok cukorral, hanem egy kevés mézzel, diófélével, gyümölcsökkel és aszalványokkal, akkor az embernek a vérnyomása beáll, a vércukorszintje beáll, jobb közérzete lesz, és a nassolási kényszer a nap folyamán csökkenni fog. A szalonna és a tojás hatására meggyőződésem, hogy előbb-utóbb a kakaós csika, a túrós bukta elő fog kerülni, és Angliában sem kis probléma az elhízás. Tehát eszem, de hamarabb éhesebb leszek, mintha valami lassan felhívóra szédlátot eszem. És mivel a gyomorban nincsen zsíradékbontó enzim, nagyon kevés van, inkább az epe és a hasnyálmirigy bontja majd, ezért alapvetően reggel a gyomorba zsírt adni az készen. A gyereknek mondjuk egy mézes kenyér, egy pohár tejjel, ugye ezt sokan eszik, egyszerű, gyorsan megkenhető, kap egy kis szédrátot, szőlőcukrot, nem tudom pontosan, mi van a mézben, az jó. Tulajdonképpen jó. Jó volna a gyermeknek is, hogyha inna folyadékot még a reggeli előtt, amiről ugye erről beszéltünk korábban, és a tehéntej helyett jó volna valami más, mert a tehéntej megint altatni fogja, ugye a triptofán hatás miatt leköti a gyomorsavat, a triptofán miatt egy álmosságot fog előidézni a reggeli tejfogyasztás. Ezért itatják a gyerekekkel este a tejet. Igen. Vagy akik rossz alvók, este isznek egy pohár meleg tejet, és azonnal elalszik. Tehát reggel tejet ne nagyon. Igen, inkább valami más, tehát inkább mi van, ha az a büdös kölök egyébként nem meglepő módon reggel 6-kor nem akar enni? Mert akkor, hogy 7-kor kezdődik egyébként. Akkor csomagolunk neki szendvicset. Hát, hogy 7-kor kezdő, 9-re ér be, és ott reggelizik, mondjuk. Van, akik végút az egy város, meg fölül a vonatra, meg itt, egyszerűen nem akar enni, mert nem éhes még. Uh-huh. Akkor mit tanácsolsz? Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nálunk ez nem fordul elő. Csomagolunk szendvicset, de úgy, hogy reggelit is csomagolunk neki, és a lelkére kötjük, hogy ezt az első óra után meg kell ennie. Uh-huh. Előbb-utóbb éhes lesz az iskolában. De otthonról csomagoljunk. Igen. Jó, mondjuk én most egy kis diós beiglivel, meg egy banánnal a pokol tüzére és pokolra poklára kerülök. A hetedik bugyorba? Azonnali halált nem okozó szokásról van szó. Végül is vállalható. A cukor az nem jó, hogy egy kis diós beigli? Vagy egy kávét bevertem mondjuk. Végül is most mennyi az idő, 8:30. Még vállalható. Ha nem ettél még, végül is ez egy reggelinek fölfogható. Óvatosan, jól megrágva használható ez a gondolat így. Óvatosan, jól megrágva. Óvatosan, jól megrágva vállalható. Azért a beiglit megnézném, hogy mégis milyen minőségről van szó, hogyha jó. Na, azért ne bánts meg, hát az tudod, hogy azért bármi az nem gyúlok hozzá. Hát igen, ki mondja, hogy jó minőség. Tehát keresztettem, dagasztottam. Oké, tehát rendben van. A beiglit egyébként szoktam dicsérni, a cukortartalom ellenére is, mert van benne valamilyen olajos mag, mák vagy dió, ami miatt egy fantasztikus, tehát nem valami virtuális krém van benne, hanem tényleges érték.
Uh-huh. És mit üzensz Ferinek, aki ebben a pillanatban iszza ki az utolsó csepsírt egy hurkasütőnek a tepsiéiből? Valószínűleg megállt a Nagyváratéren a kedvenc hentesénél, amelyik ennek örülök, mert akkor 10-kor reggeli zemlék egyet. Ott most éppen leggeti a zászlót egy Laci pecsényés romjai. Azt mondta, hogy sietni fog. Hát tudod, hogy azért annyira. Azért őt se láttam 3 hete. Nem hiányoztam neki, vagy de nagyon hiányoztál, sokszor mondta is egyébként. Néha kezdete csak így ült, és így felüvöltött, hogy hol a Gábor? És mondtuk, hogy Feri, nyugodj meg, már csak 1-2 nap. És mondtuk, hogy nyugodj meg, Csúvi, semmi gond. Nem érnek úgy éreztem a múltkori adás, egy picit megült a gyomrát, azt meg kellett emészteni. Hát mi volt? Már nem is emlékszem. Hát ilyen füstölt gabonakrémet hoztam. Ja, füstölt gabonakrém. És attól nagyon kiakadt, és mondta, hogy most egy picit pihennie kell. Igen. Pihentessük ezt a témát, úgyhogy most nem is készítettem fokhagymás tökmakrémet. Jobban de... is tetted, mert a múltkoritól is nagyon csúnyán, nagyon sokáig szállentett. Mit reggeliztél, Gábor? Köles pudingot készítettem. Hát egy egyszerű hétköznapi reggeli az embereknek, gyerekek. Félkézzel öltözteted a gyereket, pudding. A másikat szeded le a farról, adod rá az iskolaköpenyt, mint egy tornacipő, ellenőrzöd a tornazsákját, és közben köles pudingot reggelizel. Hát az edényben az megfő, utána meg kell turmixolni, és vaníliával. Hogy nem a tenyeredben melegíted a gáz felett. És egy kis fügével összeturmixolt a máfonya lekvár, és egy kis aszalt alma került rá. Igazából ennyi. Kókuszreszelék. Nem, kókuszcsípszet tettem hozzá. Te azért reggel, igen, ezt megállapítottuk már többször, de azért reggel édes szájú vagy. De elmondtad, akkor most megideologizáltad, hogy miért kell ez a szervezetben. Hogy én nem használok sok édességet. Tehát ezek édes típusú reggelik, de nem agyon cukrozott, mézezett. Hogyha ide hoznám, és ide is fogok hozni köles pudingot nektek, hogy alapvetően nem fogom túl édesíteni. Jó. Jó, van, ne háborodj már fel ennyire. Tudod, hogy én mindennek örülök, amit hozol, mert tudok belőle hazavinni. Úgyhogy abszolút. A múltkori füstölt kérem is bejött neked, meg a Benninek, úgy tudom. Igen, nagyon, nagyon finom volt. Gábor, akkor egy hét múlva folytatjuk. Én köszönöm a lehetőséget. Kérdés válasz formájában. Jó, köszi, hogy itt voltál. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.